Karácsonyi ünnepséget szerveztek az Adda Kezed lakóthonban december 14-én. Az eseményen elsőként dr. Molnár Károly, az otthont működtető gondoskodás alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, nagy öröm számára, hogy ismét együtt ünnepelhetik a karácsonyt a gondozottakkal, a családtagokkal és a meghívott vendégekkel. Elmondta, külön öröm számára, hogy mindenki elismerően beszél az immár több mint tíz éve működő otthonban folyó munkáról, az ott élők ellátásáról, a munkatársak készséges hozzáállásáról. A kuratóriumi elnök hozzátette, nagyon fontos az a széleskörű összefogás, ami jellemzi a lakóthon közegét, hiszen csak összefogással végezhetnek eredményes munkát. Emellett hangsúlyozta a kapcsolattartás fontosságát, ami szintén elengedhetetlen az előrelépéshez. Ezzel kapcsolatban kiemelte a német IPA szervezetével létesített szoros kapcsolatot, melynek köszönhetően hasznos szakmai tapasztalatokkal gazdagodtak az elmúlt években. Dr. Molnár Károly beszédének végén köszönetet mondott többek között a munkatársainak, támogatóknak, a családtagoknak és mindenkinek, aki valamilyen formában segítette munkájukat. Az ünnepi műsorban egy karácsonyi éneket, majd görög tánc bemutatót nézhettek meg a résztvevők a Mezőkövesdi Egészségklub Egyesület tagjainak előadásában. Ezt követően a és a fogyatékkal élők napközi otthonának gondozottjai mutatták be prózai, énekes és táncos műsorokat. A meghitt előadást követően ajándékok átadásával folytatódott a rendezvény, melyből a mezőköves Zsóri FC is kivette a részét, ugyanis Szántai Levente, a klub játékosa, Tálai András elnök és a sportszervezet nevében ajándéktárgyakkal és süteménnyel kedveskedett a gondozottaknak.